Rüjés örvendes szűz Mária, alleluja! Könyörögjünk! Istenünk, te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Ott kérünk, hogy az ő szent anyjának közben járására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Isten hozott benneteket, kedves testvéreim, ide a Szent Angyalok hajlékába, a Fatimai Boldogságos Szűzanya ünnepén, akit különös gyermeki szeretettel köszöntünk a mai napon, a szentmisénkben és imáinkban, a májusi áhítatunkban, hiszen ő volt kegyes 1917-ben, május 13-án, három gyermeknek megjelenni ott Fatimában, Portugáliában, és a gyermeki lelkületet választotta ki arra, hogy hirdessék a rosszal, a gonoszszal szembeni harcot, hogy felhívják a figyelmet a világ, a személyes emberi élet megújulására, megújítására. Ezért a mai szentmisét veletek együtt, akik most az Apostol Televízió szolgálatával bekapcsolódtok a Szűzanya köszöntésébe. Égi édesanyánk tiszteletére ajánlom fel, és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, hiszen a fatimai imának egy nagyon fontos üzenete és fohász, amit minden egyes rózsafüzér imában elmondunk, hogy vidd a mennybe a lelkeket, kérjük az Úrtól, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ezzel a jó akarattal imádkozzunk az elhunytakért, a szenvedő lelkekért, a szenvedő egyház tagjaiért, és kérjük mindnyájunk közös égi édesanyját, hogy oltalmazzon minket, vezessen közbenjárásával, jó példájával az örök élet boldogságába. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Istenünk, te úgy rendelted, hogy egyszülött fiad édesanyja nekünk is anyánk legyen. Ott, hogy bűnbánattal és imádsággal álhatatosan munkálkodjunk a világ üdvösségéért, és így Krisztus országának eljövetelét napról napra hatékonyabban szolgáljuk, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál és Barnabás befejezte első missziós útját, néhányan Júdeából Antiókiába érkeztek, és így tanították a pogányságból megtért testvéreket. Ha nem fogadjátok el a Mózes törvényében előírt körülmetélkedést, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pál és Barnabás hevesen tiltakozott és vitába szállt velük, közösen elhatározták, hogy Pál és Barnabás meg még néhányan a többiek közül menjenek fel Jeruzsálembe az apostolokhoz és a presbiterekhez ennek a vitás kérdésnek ügyében. A közösség elbúcsúztatta őket. Ezután áthaladtak Fönícián és Szamarián, és elbeszélték az ottani híveknek a pogányok megtérését. Ezzel nagy örömet szereztek nekik. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, az egyház, az apostolok és a presbiterek szívesen fogadták őket. Ők pedig elbeszélték, mi mindent művelt általuk az Isten. Erre azonban felállt néhány a farizeusok felekezetéből megtért hívő és kijelentette. Körül kell metélni őket, és rájuk kell parancsolni, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Erre az apostolok és a presbiterek összegyűltek a kérdés megvizsgálására. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Alleluja, 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 alleluja. Jézus mondja, maradjatok meg bennem, és én bennetek. Aki én bennem marad, bőséges termést hoz. Alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. És az lelkednek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam. Azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővesző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtön, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bőtermést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Szeretett testvéreim, mindnyájan, akik az Apostol Televízió szolgálata által most beléptetek ide a Szent Áldozat oltárához, a szűzanya köszöntésére, a Fatimai Boldogságos Szűz Mária ünnepnapján, már 103 éve annak, hogy a szűzanya megjelent 1917-ben, május 13-án három pásztor gyermeknek a portugáliai Fatimában, Luciának, Ferencnek és Jácintának, és fontos küldetést bízott rájuk.
Egy olyan történelmi időben, amelyről tudjuk, hogy nagy ateista forradalmaknak az éve, olyan világháborús eseményeknek, szörnyűségeknek is az egyik esztendeje, amelyek megrendítették a világot, és akkor éppen három gyermek kap küldetést arra, hogy beszéljen a megtérés fontosságáról, beszéljen arról, hogy az embereknek személyesen a Jóistenhez kell fordulniuk, beszéljenek arról, hogy létezik kárhozat, hogy létezik pokol, és ennek szörnyűségeit még egy különleges látomásban is megismerhették. Beszéljenek Oroszország megtéréséről, milyen fontos világtörténelmi szereplő ez az ország és ez a tény is, amelyről az egyszerű pásztor gyermekek semmiféle politikai vagy ideológiai ismeretekkel nem rendelkeztek, és mégis üzenetet hordoztak a világ számára fél éven keresztül, amikor a szűzanya megjelent nekik minden hónap 13-án, és végezetül már októberben láthatták azt a csodálatos jelenséget, amit napcsodának nevezünk, mert hiszen egy tüzes, forgó napkorong jelezte a Jóistennek a fényességét és az ő megváltó szeretetét, és a bűnbánatra szóló természeti csodaként a felhívó jelet. És ebben közreműködött ez a három gyermek, akik emberi megpróbáltatásokat is elszenvedtek a hatóságoktól, az emberek részéről. Jól tudjuk, hogy különleges titkot is rájuk bízott a szűzanya. Ők már tudják ezt ott a boldogok sorában, a dicsőséges egyház sorában, de fölhívták a figyelmet arra különösképpen, hogy imádkoznunk kell a bűnösökért, imádkoznunk kell a szenvedő lelkekért, a szenvedő egyház tagjaiért, annak a veszélynek az elkerüléséért, hogy az emberek ne kerüljenek a kárhozatba, a pokol tüzére. Olyan szép az a, most már így kell kimondanunk, így nevesítve, az a fatimai imádság, amit minden egyes rózsafüzérben a tizedek között elmondunk. Ó Jézusom, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, tehát a pokol veszélyére utalunk, a szenvedő lelkek mielőbbi kiszabadulására, ezért is ajánlom föl a mai szentmisénket a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. És jól tudjuk azt, hogy a szenvedés, ez bár tisztító tűznek, meg pokol tüzének nevezzük, ez nem fizikai égést jelent, de ehhez hasonlítható lelki fájdalmat, amely átmeneti a szenvedő lelkek esetében, és végleges és örökké tartó a kárhozottak esetében. És ez pedig nem más, mint az Isten szeretetének a kényszerű mellőzése, amit valaki elutasított itt a földi élet döntéseiben, a szabad döntéseiben, és ezáltal véglegesen is elutasíthat az ember, hogyha a gonosz oldalára áll. Kedves testvéreim, a mai első olvasmányban az apostolok cselekedeteinek az eseményeiben arról hallottunk, hogy vita támadt az ősegyházban arról, hogy amikor befogadnak valakit a keresztény közösségbe, akkor be kell-e avatni az embereket először az Ószövetség közösségébe vagy szertartásaiba, hogy körül kell-e őket metélni, kell-e kényszerűen elvárni azt, hogy tartsák meg először az Ószövetség törvényeit,
és ez a jeruzsálemi zsinat, és aztán később is Szent Pál esetében olvasunk erről a Galata levélben, a Római levélben, hogy a megigazulás, az az Úr Jézusba vetett hit, az Istenbe vetett hit a megtérés által valósul meg, és nem a külsődleges mózesi törvények által. Most ebbe a korai vitába nem tudunk belemélyedni, de azt kell kimondanunk, hogy nem az előírások, a törvények megtartása, hanem a személyes szeretet, az Istennel való életközösség az, amely megadja az üdvösséget, és amely megadja nekünk az örök boldogságot, és ami megment bennünket a pokol tüzétől. Ezért beszél olyan szépen az evangéliumban az Úr Jézus arról, hogy ő a szőlőtő, mi pedig a szőlővesszők, vagyis hogy a mi keresztény életünk belőle táplálkozik, belőle merít erőt, lelki gazdagságot, és segít a másik személyes küzdelemben, vagyis az egyetlen fontos személyes küzdelmünkben, amely a gonosszal szemben folyik. A fatimai gyermekek láthatták a kárhozottak kínjait, olyan különleges ajándékot kaptak az égiektől, hogy ezt hatékonyan tudták képviselni, ezt a figyelmeztető üzenetet és továbbadni, és még angyali jelenésben is volt részük. Tehát az égiek igen szemléletesen és igen hatékonyan mutatták be a kárhozat veszélyét, hogy valóban az ő életük és az imádságos buzgóságuk, a rózsafüzér imádság fontosságának hangsúlyozása, ezek mind segítségére legyenek az embereknek a megtérésben, az üdvösség útján. Létezik kárhozat és tévtanítás az, bárki is állítja, hogy nincs pokol. Még akkor is, hogyha a Jóisten iránti nagy szeretetből fakadóan állítaná valaki azt, hogy ez így lenne, mármint, hogy nincs kárhozat. Mert vannak, akik azt mondják, hogy annyira szeret minket a Jóisten, hogy nem engedi meg azt, hogy bárki is elkárhozzon. Nem, mi erre azt válaszoljuk, hogy annyira szeret minket a Jóisten, hogy nem veszi el a szeretetben a mi szabadságunkat, a szabad akaratunkat, amellyel mi emberek dönthetünk ellene is. Szabadok vagyunk, és éppen az emberi szabadság miatt, és a gonosz kísértései folytán, a bukott angyalok táborának veszélye folytán az ember Isten ellen fordulhat, mert szabad, és Isten mellett dönthet, mert szabad. És éppen ezért, mivel a szabad ember dönthet az Isten ellen és a sátán oldalán, ahogy a Szent Mihály imában is mondjuk, hogy örökre taszítsd vissza a gonoszt a kárhozat helyére, ezt kérjük mi is itt a gazdagréti szentmiséink után, minden alkalommal a Szent Mihály imában. Ez is arra utal, hogy létezik kárhozat, ahová belezárva a gonosz mindörökre, és oda jutnak ebbe az állapotba mindazok, akik a gonosz oldalára állnak itt a földi életük szabad és végső döntésében, és Isten ellen döntenek, megtagadják őt, vagy elutasítják az ő szeretetét, és leszakítják magukat az élő szőlőtőről, hogy aztán, mint elszáradt szőlővesszők, valóban tűzre vessék őket. Megdöbbentő gondolatok ezek, de ne feledjük el, hogy ez nem ilyen 18 karikás tévéműsor, hogy erről nem szabad nekünk beszélni, hiszen kisgyermekeknek kínálta fel a Jóisten ennek az üzenetnek a továbbítását és annak lehetőségét. A szűzanya oltalma alatt kérjük tehát, hogy oltalmazzon minden veszélytől, a kárhozattól. Tanítson meg minket jó példájával és égi közbenjárásával a hűségre, és így haladjunk mindnyájan az üdvösség útján, és segítsünk sok-sok imával, szentmiséinkkel, a szenvedő lelkek mielőbbi
Isten színe látására való eljutásában. Amen. Testvéreim, Fatimában a Szent Szűz közös imádságra és engesztelésre szólította a világot. Imádkozzunk hát közösen korunk nagy ínségeinek megsegítéséért. Add, Urunk, hogy fatimai szűz közbenjárására mentsen meg minket az éhségtől, a háborútól és az ellenőrizetlen önpusztítás minden fajtájától. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minden! A Szent Szűz imája mentsen meg minket az élet elleni bűntől, a gyűlölettől és az Isten gyermeki méltóság semmibevételétől. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minden! Add, hogy a Szent Szűz közbenjárására megszűnjenek a társadalmi igazságtalanságok, a népek elnyomása és a nemzetek közi jogtalanságok. Hallgass meg, Urunk! A Szent Szűz édesanyai szeretete tartson távol minket a törvények könnyelmű megszegésétől és minden bűntől. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minden! A fatimai Szent Szűz legyen menedékünk minden megpróbáltatásainkban, és álljon mellettünk halálunk óráján. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! A fatimai boldogságos szűzanya közben járása szabadítson meg bennünket a koronavírus járványtól és annak minden káros következményétől. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged! Az Isten szülő Szent Szűz közben járása vezesse el a szenvedő lelkeket az örökké valóság boldogságára. Kérünk téged! Könyörülő Istenünk, hallgasd meg ezt a segélykiáltást, amelyben minden ember ínsége kiált az irgalmasság anyja felé. Engedd, hogy még egyszer megmutatkozzék a világ történetében, hogy Szent Fiad édesanyjának irgalmas szeretete megtöri a gonosz hatalmát, és az élet reménységét hozza az emberi szívekbe, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. A felajánlás alatt a fatimai énekből három versszakot éneklünk, majd folytatjuk ezt az éneket a Mária köszöntőnkben is. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Istenünk, örvendezve ajánljuk fel ezt a dicsőséges áldozatot, fiad édesanyjának, a fatimai boldogságos szűznek ünnepén. Ott kérünk, hogy amit ebben az áldozatban oltárodra tettünk, megváltásodnak örök javait gyarapítsa bennünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, s a boldogságos mindenkor Szűz Mária, fatimai megjelenésének ünnepén, téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk, mert ő fogamta egyszülöttedet a Szentlélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik. A mennyei seregek, az égerői és a boldog szeráf kórusok, hújongva együtt tisztelik. Hadd kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, s alázatos megvallással zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, a mindenség ura Istenem, dicsőség. Könyörögve kérünk tehát, jóságos Atyánk, fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked. Tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen, szolgáddal, Ferenc pápánkkal, Péter főpásztorunkkal, segédpüspökeivel és mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról és szolgálóidról, szeretteinkről, jótevőinkről, lelkipásztorainkról, média apostolainkról, a vírus járvány idején szolgálattevőkről, az egészségügy dolgozóiról, orvosokról és ápolókról, önkéntesekről, a szeretett szolgálatban tevékenykedőkről, de emlékezzél meg a fertőzöttekről és betegekről, akiknek gyógyulását kérjük, és mindnyájunkról, hogy ennek a járványnak terhét mielőbb le tudjuk vetni magunkról. Emlékezzél meg, Urunk, minden jelenlévőről és a televízió nézők, imádkozó közösségéről, mindazokról,
akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked, az örök, élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, a fatimai szűzről, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádé apostolaidról, vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk szolgáidtól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottait körébe. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emeltette hozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk feltámadásodat, amíg el nem jött. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget színe elé, hogy mi, akik erről az oltárról, fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt szeretteinkről és jótevőinkről, lelki pásztorainkról, a templomunkban nyugvó hívekről, a koronavírus elhunyt áldozatairól, és minden szenvedő lélekről, mindazokról,
akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is, bűnös szolgáidnak, akik irgalmat bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással és minden szenteddel, és kérünk, bár meg nem érdemeljük irgalmatból, mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus, a mi Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nékünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal merünk Atyánkhoz így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait. Békesség nektek, ezért kérjük. Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. Énekeljük.
Most pedig, kedves testvéreim, a lelki áldozás következik. Akik szívükbe kívánják fogadni közületek az Úr Jézus látogatását, most mondjátok velem együtt ezt az imádságot: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, magunkhoz vettük a mennyei eledet, könyörögve kérünk, hogy mi, akik most tisztelettel ünnepeljük a boldogságos Szűz Mária emlékezetét, egykor a mennyei lakoma részesei lehessünk Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvéreim! A boldogságos Szűz Mária a hívő keresztény ember édesanyja, lelki édesanyánk. Fontosnak tartjuk azt, hogy az Apostol Televízióban minden nap köszöntsük a szűzanyát, és kérjük az ő égi közbenjárását, oltalmát, segítségét az üdvösség útján, az ő evangéliumi életének jó példáját, amit követni tudunk. Rózsafüzérimával, litániával és egyéb más módon is égi édesanyánkhoz fordulunk. Ő segít abban, hogy az üdvösség útját járjuk, és elkerüljük a rosszat, a kárhozat tüzét, elkerüljük a Jóisten szeretetének elveszítését, és elhárítsuk annak veszélyét. Hálásan köszönöm imáitokat, amelyekkel bekapcsolódtok az Isten tiszteleteinkbe és a szűzanya köszöntésébe is, a televízió, az Apostol TV szolgálata által, és minden evilági, anyagi támogatást is köszönök, és erre továbbra is számítok közös szolgálatunk ügyében. A Jóisten áldását kérem most rátok a Fatimai Szűzanya ünnepnapján. Szentmisénket 5 órakor és éjfélkor megismételjük az Apostol TV-ben, a Hegyvidék TV pedig műsorára tűzi majd délután 4-kor a gazdagréti szentmisét. Ne feledjétek, hogy délben Rómába indulunk, ahol ugyancsak szűzanya köszöntő vár bennünket a Szent Péter Bazilikában. Bekapcsolódhatunk az ottani Regina Céli ima, valamint a rózsafüzér és a litánia imádságába. Mi is most litániát tartunk a szűzanya tiszteletére, a 199-es ének eléneklésével. Most fogadjátok a szűzanya oltalmát kérő szentmisei áldást. Az Úr legyen veletek! És neked! Isten, aki a boldogságos Szűz Mária anyasága által küldte el a világnak a megváltás kegyelmét, adja reátok bőséges áldását. Amen. Érezzétek mindig és mindenütt a Szent Szűz segítő oltalmát, hiszen ő általa kaptátok meg az élet szerzőjét. Amen. Ma pedig, amikor a fatimai boldogságos Szűz Mária ünneplésére áhítatos lélekkel összegyűltetek, vigyétek haza otthonotokba, és őrizzétek meg most otthonotokban a lelki örömök és a kegyelmi a javak ajándékát. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála.
Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen vigyázzon. Esedezzet kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei sereget vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban. Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat fejére. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benned. Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörögj érettünk. Magyarok szent őrangyala, könyörögj érettünk. Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörögj érettünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögj Köszönöm.